Segítség! Segítség! Szevasztok! A számomra oly kedves filmes időszaka a 80-as, 90-es évek igen erős koncentrációt mutat farkas ember témát boncolgató alkotásokban. Ott van mindjárt 81-ből a Wolfen, vagy az Üvöltés, a 84-es Farkasok Társasága, a 85-ben megjelent Ezüst Pisztolygolyók, a 94-es Farkas Jack Nicholsonnal, a Rossz Hold 96-ból, vagy az Amerikai Farkasember Párizsban című Szennyszutyok. Ez a téma nagy kedvencem, mindig is nagy érdeklődéssel álltam a vérfarkas mitológiával foglalkozó filmek felé, ahogyan azt az Ezüst Pisztolygolyókról szóló videómban részben már említettem, még ha az e témájú filmek sajnos igen gyakran egy fossal bőségesen megkent szardarabbal tudnak is csak egyenértékűnek lenni. A farkassá válás témájának filmes feldolgozása az 1941-es a The Wolfman című horrorfilmmel kezdődött egy bizonyos Lugosi Béla által magyar vonatkozásúvá tett darabbal, amely igazán remekül ágyazott meg a mitológiának, de a Universal szörnyek világáról majd egy későbbi videómban térnék ki részletesebben. Ma sokkal inkább egy 80-as évekbeli konkrét filmről, az említett 41-es ősbemutató után talán az egyetlen igazán figyelemre méltó farkas emberes darabról, a 81-ben moziba került egy amerikai farkasember Londonban című horrorfilmről lesz szó. Mit mondanál te, buzi, he? Hát szeretnék néhány érdekességet megosztani, ami kipattant a fejemből. A fejedből? Fú, kösz szépen, haver, kezdett idegesíteni ez a barom. Igazán nincs mit. Ha már így alakult, szeretném is bemutatni a mai közreműködő vendégemet, Náci Farkast, aki a partnerem lesz ebben a videóban. Tisztelettel üdvözlök mindenkit! Az egy amerikai farkasember Londonbanra nekem 100%-osan a VHS korszak rúgta rá az ajtót, mondhatni teljesen véletlenül, ugyanis a videókazetták sajátja volt az újraírhatóság, és az egymásra rögzített filmek eltérő hossza igazán bájos meglepetéseket tudott tartogatni a naív filmkedvelőknek, idő mondjuk az alig 80 perces Ikó a bátor lovacska végén a főcímdalt hallgatva ez történt. Ez a vidék. A szinkron a Pannonia Filmstúdióban készül. Magyar hangok. Nos, egy életre traumatizált az a pár perc, amit így láthattam, de főleg az, hogy a gyermeki kíváncsiság nem engedte ennyivel beérni, így végül a teljes filmet is sikerült megtekinteni, és hetekig azt képzeltem, hogy hús szafatok fityegnek a nyakamról. Igen. Az őseid eljöttek a temetésre? Ha láttad volna, milyen sokan eljöttek. El tudom képzelni, mindig sok barátod volt. No, de mielőtt mélyebben belemennénk az emlékezésbe vagy az elemzésbe, lássunk egy jó kis agyon spoilerezett összefoglalót a filmről. Üszkös barkasz érkezik egy angol lábvidéki útelágazódáshoz. David és Jack, a két turista, leszáll a juhok közül. Nem utazom birkák közt. Majd elindulnak a mocsaras területen, lassan rájuk sötétedik, ezért betérnek a lemészárolt bárányhoz nevű krimóba. Elröhögcsélnek azon, hogy David kiköpött úgy néz ki, mint az ifjú Sylvester Stallone, majd politizálni kezdenek. Na jó, ha ennyire akarjátok, elmondom, mivel kell riogatni és hülyíteni a népet ebben az országban, hogy mindörökké a Fidesz nyerhesse a választásokat. Ráadásul nem csak úgy, hanem mindörökké kétharmaddal. Már ez tök jó, érdekel. Ne basz már, én DK-s vagyok. Azt kell mondani, híresztelni, hogy Brüsszel indította meg az ukrán háborút, és bizony emiatt tör felfelé az infláció is. Közben ki kell baszni az összes lehetséges konkurenciát. Például elterjesztjük, hogy von-e egy buzi. Viszlát, haver! Ennyi, úgy kell neki! Aztán elkezdünk keménykedni az uniós támogatásokra várva, hogy nekünk Brüsszel nem dirigálhat, és kilépünk a gecibe. Ágyesz, bugyesz! Aztán meg migránsozunk. Jönnek, kerítés, majd persze hőbörögnek, meg hisztériáznak össze-vissza, de én megint csak azt mondom majd, úgy kell neki. Végül pedig jöhet az atombomba. Most figyeljetek, kis LMBT gecik, megkérdezzük nemzeti konzultációban, hogy na mi van? Talán Gyurcsány jobb lenne? Gyurcsány jobb lenne?
elnézést, megkérdezhetem, hogy ki az a szimpatikus idős úr azon a képen? Menjetek! Isten veletek! A kellemes csevei után azután visszatérnek a szabadba, noha utólag a falusiak már aggódni kezdenek. Jacket elkapja egy farkas bornyú, David rögtön bátran le is reagálja a helyzetet. Bátran elfutott elő! Aztán persze visszatér Cafatos barátjához, hogy őt is megmarhassa a fenevad, melyet a falusiak agyon lőnek. Hogy miért fostak tőle annyira, ha végül ilyen könnyű leölni, azt nem tudom. A kórházi lábadozást rettenetesen unalmas jeleneteken átmutatják be nagyon-nagyon hosszan. Göreger nővér, láttál-e már falon pókot? De a túlontúl elnyújtott gyógyulásnak megvan az az előnye, hogy David rémálmokat láthasson, és összemelegedjen a csinos nővérkével, igaz, a doktor is versenybe száll az első randiért. Vetközzön le! Egy rémálmokkal terhelt éjszaka után nincs is kellemesebb, mint finom kórházi kosztra és a kedves nővérke sertepertélésére ébredni. A rommá traumatizált Davidet meglátogatja a nyakban kissé fosszú halott barátja, de persze senki nem hisz a látomásaiban. A srác végül beköltözik a nővérkéhez, nem értem miért nem megy haza Amerikába. Majd ahogy az várható volt, meg is szexuálja a zuhany alatt. Az öldülő haver továbbra is látogatja a farkas harapta srácot. Végezned kell magaddal. Baszódj meg! A doki meg magán nyomozásba kezd a falusiaknál és kedélyesen elbeszélkednek. Nem sakkozunk? Kap be a faszom. Az otthon unatkozó David közben bekapcsolja az LCD-t és attól, amit lát, menten megpívódik. Aztán egészen orgassá változik, majd harapdálni kezd az éjszakai városban, és kipróbálja a kis föld alattit is. Végül, mivel az állatkertben ébred, rájön, hogy nem is farkas, hanem transzveszcica, és mintha mi sem történt volna, hetyegni kezd a csajjal. Aztán meghallja a rádióban az éjjeli mészárlásokról szóló híradást, és kulturáltan kifejezésre juttatja aggályait. Egy kibaszott farkas ember vagyok, nem érted? Később majdnem életbe vágó hívást kap egy telefonfülkében, de végül azt teszi, amit ilyenkor minden normális ember is tenne, elmegy egy pornó moziba megnézni a farkas embert. Ott aztán egy igazán szofisztikált filmet tekintenek meg a hullákkal közösen. Ti mit csináltok itt? Azt ígérted, soha többé nem teszel ilyet. Én ilyet soha nem ígértem neked. Nem te tökéletlen, hanem a csaj. Hozzám beszélsz? Azt se tudom, ki vagy. Ja, akkor bocs. Aztán egy Tóth Gabi számot kezdenek játszani, és lassan az egész mozi személyzetét befalatozza a rém. Az igazán befosatós jelenetek még csak ekkor jönnek, a vad végig sétálgat a riadt városon, és mindenkit felbusszant. Végül egy sikátorban szorítják sarokba a kis büdöst, akit a szerelem természetesen rögtön jobb belátásra térít. Szeretlek, David. A mesterlövészek meg 1000 méterről precízen kiukatják a bundáját, így David megmurdel, itt a vége. Nos, látható talán, hogy a film nem attól emelkedett a kultfilmek közé, hogy lehengerlően mély, több rétegű mondani valóval töltötte volna fel a vérfarkas sztorit. Nem is annak köszönhető a mind kritikai, mind nézői elismerés, hogy a hibátlan vágással egy színvonal ingadozástól mentes, profi, iparos munkát tettek volna le az asztalra a film készítői, hiszen az egyes jelenetek minősége igen hullámzó, a ritmus sokszor megakad, megzökken, a feszültséggel teli dinamikus mozzanatok és a szinte ellaposodásig lehervadó részek között vibrálva, és sajnos a színészi játékról sem lehet szuper latívuszokban beszélni. Ez az egész egy nagy rakás szar! Amiben a londoni farkasember igazán kiemelkedő, az valójában két dolog. A legtöbben azok közül, akik egyáltalán hallottak már a filmről, leginkább annak elképesztő átváltozós jelenetéről ismerhetik, hiszen a Rick Baker által megálmodott és megvalósított smink és maszk munka egészen döbbenetes, a film farkassá válás bemutató látványvilága a mai napig megállja a helyét, az akár más praktikus trükkökkel, akár a CGI effektekkel szemben. Baker nem kevesebb, mint 7 Oscar-díjat nyert munkássága során, mint make-up artist, az amerikai vérfarkas Londonban végzett munkájáért külön a számára hozták létre ezt az Oscar kategóriát, hogy 82-ben elsőként megnyerhesse. A életek ennyi önkritikával meg kell állapítsam, hogy a rémálomban megjelenő nárci farkas emberek esetében sokkal inkább érzékelhető a megjelenés hamissága, mint a fő farkas emberes vonalon. Mert bár a maszkok itt sem sikerültek rosszul, mégis egyértelműen látszik, hogy élettelen, semmire meredő állarcot hordanak a támadók. A film egyébként meglepően nem annyira véres és brutális, mint amennyire összességében annak tartják, mert bár tényleg durvára sikerettek a halott baráttal készült mozzanatok, az imént említett rémálom,
és van néhány hulla és testrész erre-arra, összességében a gore trancsírozós jelenetektől eltekintett a rendező, részben azért, mert előre kigondoltan a sejtetés mellett tette le a voksát John Landis, a Spielberg féle cápa nyomdokain haladva a feszültség lassú, indirekt és igen hatásos megteremtésében, részben pedig az utómunkák során történt kivágások okán. A film talán legerősebb egyediségét az a kettőség adja, amely végül műfajilag is szinte két egymással eladdig alig összeférhetőnek tűnt zsánerbe sorolta a művet, nevezetesen a horror és a vígjáték kategóriáiba. Állítólag a rendezőnek egy személyes, egy hagyományos cigány temetési szertartással megért tapasztalata ihlette ezt a vegyes hangulatot, mivel az elhunytat azért temették el függőleges testhelyzetben, hogy elkerüljék a kísértő démonként való esetleges visszatérését. Ezen eshetőség egyszerre elborzasztó és nevetséges jellege adta az ötletet John Landisnek a két végletekig eltérő műfaj, a horror és a vígjáték összeházasításához. Ennek a speciális érmének a két oldala igen különleges hatás generál. A kezdő jelenet sor atmoszférája az angol lábvidéken kóborló amerikai turistákkal, a helyi ivóban alpáriaskodó és titkolózó helyiekkel és a farkas támadással egészen borzongató horror hangulatot teremt, csak úgy, mint a hirtelen, a semmiből jövő átalakulás, annak minden zsigeri fájdalmával és rettegtető mivoltával, vagy a metró aluljáróban történő támadás, a városbéli álmokfutás, vagy éppen a végső sikátorbeli jelenet. Ugyanakkor az állatkertbeli felébredés utáni képsorok, a halálból visszajáró varázs szónoklatai, vagy a moziban kedélyesen cseverésző hullák jelenete mind-mind kifejezetten komikus hatást keltenek. E kettőség a legnagyobb meglepetésemre kiválóan működik, sosem fordul teljesen befosató trancsír sztoriba, és végképp komolyan vehetetlen vihánzolásba sem a történet, valahogy kötéltáncos módjára ügyesen végig egyensúlyoz a két egymástól távol lévő műfaj eladdig ismeretlen határán. Engedd meg, hogy megjegyezzem, hogy a két általad említett műfaji kategóriába sorolható jeleneteken túl van egy harmadik, kisé homályosan osztályozható csoport is, amely kifejezetten lapos, már-már unalmas jeleneteket tartalmaz. Ilyenek a végletekig elnyújtott kórházas ápolás és a nővérrel való megismerkedés képsorai, vagy a sokszor túl erőltetett orvos nyomozati cselekménye. Ráadásul az atmoszféra megteremtésében a remek filmzene is nagy szerepet vállal, amelyet a hét mesterlövész zenéjét is jegyző Elmer Bernstein komponált. Gyerekként látva a 81-es londoni farkast, bevallom, fel sem merült bennem, hogy az vígjáték elemeket tartalmazna, össze-vissza fostam magam a szörny jelenetektől, és majd befostam azok között. Aztán a többedik, egy már kicsi idősebben elkövetett újranézéskor kifejezetten irritáltak a horror hangulatot számomra kicsi megrontó humorizálások, és úgy éreztem, a rendezői koncepció gyengeségeit töltötték ki ezekkel. Mostanra jutottam el odáig, hogy elfogadhatónak találjam e vegyes tálalást, és a film erényének tudjam tekinteni az érme egyik oldaláról a másikra való ugrálást. Számomra azért összességében igenis horrorfilm marad az egy amerikai farkasember Londonban, felfoghatatlanul zseniális látványelemekkel és itt-ott lebilincselő atmoszférával, valamint néhány felejthető jelenettel, de a farkasemberes téma miatt számomra kifejezetten a hasonló szintű horrorfilmeknél magasabb osztályzatot érdemelve. Teljes mértékig egyetértek. Kérlek, állj meg! Ajánló bajtársam, meg kell szabadítsanak szenvedéseitől, hogy ne ártass az ártatlanoknak és magadnak sem. Csináld már, csináld már! Nem csinálunk ilyet egy bizonyos kor után. Hát bocs, baszki, ha ez van.